az nem könnyű azért, mert nem csak egy zenekar és egy kórus van, hanem két zenekar van. Egy nagy szimfonikus zenekar és kamarazenekar, amiben van szóló, vonos szóló, fafúvos szóló, részfúvos és timpanis hárfa. És a kis zenekar az két verzió van. Az eredeti úgy volt a bemutatóban 1962-ben. Két karmester volt, és a Britten, a zeneszerző, ő volt a kamarazenekar karmestere, és másik karmester dirigált az összes darab, mondunk, a nagy zenekar és a nagy kórust. De most pedig a mai divat szerint az egy karmester. Az én életemben azt csináltam minden két verzióban. Néha csak egy karmester, én egyedül, és néha a két karmester, én a nagy zenekar, és másik pedig a kamarazenekar. Nem nehéz ez? Ezt úgy hívják magyarul, hogy két dudás egy csárdában. Az, igen, az dupla munka. Amikor Britten év van, akkor ez szinte kötelező a zenekarok, muzsikusok számára, hogy Brittent játszanak, vezényelnek, és mondjuk angolként nyilván Howard is nagyon szereti Brittent, ez szinte természetes, az olyan, mint nekünk Bartók, gondolom. Igen. De egyébként, hogyha nem kötelező és nincs Britten év, akkor milyen helyet foglal el Britten az ön, hogy mondjam, kedvencei között? Ha nincs Britten éve, mindenképpen sokat vezénylelem az ő munkát. És itt Angliában az biztos a legnépszerűbb zeneszerzőnk a 20. századtól, az biztos. Miért? Mert elég sokat írott, nem csak nagy profi zenekarnak, hanem énekesnek is. És az ének művék nagyon, hogyan mondani, jól tudott írni az énekhoz, és az amatőr énekeshoz is. És sok kórusunk itt Angliában énekelnek a brit művét. Azért, mert nem annyira komplikált, de nagyon-nagyon szofisztikált és finom. És nagyon erős is.